Lázár, üdvözöllek a legújabb műsorodban! Szia, Julcsi! Szerettem volna egy olyan új típusú műsort életre hívni, vagy létrehozni itt Magyarországon, ami egy picit a gasztronómiához is kapcsolódik, de igazából beszélgetős talk show. Tehát akkor minden, amit szeretsz. Igen. És szóval a vendégeket szeretném rávenni majd arra, hogy a általam összeállított chilisort kóstolják végig. Ez a chilisor egyébként úgy van kitalálva, hogy az egészen a legalacsonyabb csípőségtől a kegyetlen halálos dózisig. Ó, és annak milyen szép neve van. Igen. A feladat tehát az, hogy minden meghívott vendég kóstolja végig a sort, ameddig meri. Na de beszélgetni fogtok itt a kóstolás közben, és ez a szék, ez a te széked. Igen, az lesz az én székem, ez lesz a vendég széke, és mindenki előtt, minden vendég előtt lesz egy ilyen kis szép fatálca. Neked ez most rántott sajt, hogyha jól látom. Igen, de lesz majd rajta rántott hús is, attól függ, hogy ki érkezik majd vendégként. Vannak vegetáriánus falatkáim is, úgyhogy mindenkit jó, meg fog tudni hívni. Jó, akkor minden kívánságot teljesítesz. Itt van ez a gyönyörű sor, szerintem mielőtt tovább beszélnénk, hogy mi fog még történni az új műsorodban, kezdjük is el. Gondolom, hogy ez a legenyhébb változat. Igen, annak 1500 a Scoville értéke. A Scoville az az érték egyébként, ami a paprika vagy a chilinek az erősségét mutatja, és itt az 1500-tól egészen a 2.100.000 értékig megtalálható, illetve kóstolható. Bele sem merek gondolni. Hát innen a felétől már nagyon érdekes lesz. Én is nagyon izgulok. Na, hát akkor kezd el. Jó, hát ezt tudom, hogy ez nem annyira csíp. Jó, nem baj, de hát mindenki úgy kezdi a sort, hogy először a enyhén csípőssel. Igen, jó, de ennek ez fogja adni a sava borsát, hogy ki meddig mer majd elmenni. És bevallom őszintén, én most azért kóstolom végig veled, és örülök, és köszönöm, hogy eljöttél, hogy hát bármikor is. Ilyet végignézni, hogy könnyezel, hogy sírsz majd a véget felé. Igen. Hát én is át akarom érezni azt, hogy mind fognak majd átmenni a vendégeim. Hát ez igazán rendes tőled. Jó, de akkor az a lényeg, hogy leharapják a csilis részt a sajtról, húsról, bármiről. Jó, tehát akkor nem az van, hogy itt túleteted a vendégeidet. Nem, ezek csak apró falatkák, viszont ezáltal nagyon kellemesen lehet majd érezni a hatását. Ez például, ez a csiliszósz, tökéletes szendvicsekhez, úgy húsok mellé, hideg húsok mellé, mert nagyon kellemesen csíp. Ez az a kellemes kategória. Na, szeretnéd is akkor folytatni rögtön a másodikkal? Szerintem egyébként vágjunk is bele, igen, mert... Jó, hát persze, mert neked ez semmi. Kezdek belejönni. Érdemes fölrázni mindig, aha, akkor összekeveredik rendesen az erő benne. Meg hát jól is néz ki, ahogy rázogatod. Red Hot Wings. Egyébként ez csirkeszány szósz. Ez... Az amerikaiak a csirkeszányra szokták rátenni. Ó. Jó, hát nem sajnálom. Jó, ez a gyenge volt. Csirkeszányra szokták rátenni, és azzal eszik. Picit erősebb. Ha az értéket nézzük, akkor egyébként az értékeket mindig meg is fogom jeleníteni. Ó, akkor még tanulhatunk is. Az egyes szószok mellett, ha már a lehelletem is már alakul át. Érzem, nem, egyébként ez már erősebb, de egyébként ez... Nem egy nagy cucc, úgyhogy hülyet nyugodtan a harmadik. Na de hogyha eljön egy vendég hozzád, akkor mindenre kíváncsi vagy, ami vele történik, ugye? Igen, és hát ugye a kóstolás közben, a beszélgetésnél így, ahogy te beszélgetsz velem, szeretném a különböző közösségi oldalakon megosztott képeit egy picit kiemelni az adott sztárnak. Mert te is kíváncsi típus vagy. Igen, és vannak olyan jó képek vannak fönn. Én is kíváncsi típus vagyok. Én meg akkor, mivel most te vagy a vendég, én is egy kicsit kutakodtam. Például ez az egyik kedvencem. Igen, erről meséljél, mert imádom ezt a videót. Igen, a gyerekek vettek rá erre a sztorira. Már biztos nehéz volt rávenni téged. Nem az ugrásra, nem maga a pályaépítésére, mert a gyerekeim nagyon szeretnek vízilabdázni, ugye ezt a sportot űzik, de kosárlabdázni is az utóbbi időben, ugye a kettőt mixeltem, és a medencében felállítottam egy kosárpalánkot, és ez a vízikosár lett. Tökéletes megoldás, tökéletes. És akkor egy ugrásra is felkértek, hát annak a vége azért elég csúnya lett, de megúsztam. Ez egyébként egy habanero. Annak a neve is nagyon szép, azt nagyon szeretem. Már azt hittem, azt mondod, hogy már a neve is nagyon csíp. Egyébként valóban ez már így a belépő. Aha. A felső. Jó, hát akkor ne sajnáld, nyugodtan. Hát látod, hogy úgy. Vendégeidnek te határozod meg, hogy mennyit raknak rá, vagy ha valaki nem annyira szereti a csípőset, kevesebbet is rakhat? Nem, kevesebbet is rakhat, mert a vége felé a legkisebb is csíp, tehát jó. Kemény lesz.
kellemes az íze. Ez jobban csíp már, mint az előző kettő. Jó, tehát hír. A szájban már teljesen kiteljesedik, szóval de ettől még nem izzadsz. Ez olyan... Jó, szerintem ez még mindenkinek be fog jönni. Jó, ez jó. A kellemes ízvilág. Főleg, aki mondjuk szereti a csípőset, annak ez meg se fog kottyanni. Hát ő meg már... Lehet látni, hogy ezen már van halál fel. Sokat sejtett. Hát akkor... Egészségedre? Azért szeretem látni, amikor ilyen képeket is posztolsz. Igen. Az egy két gasztronómiai szervezetnek vagyok a tagja, a Chien de Rotisserie-nek és a Bocuse d'Or-nak, mind a kettő francia. Ó, na, ez már úgy érződik. Ó, de jó! Hát most jön, ez ilyen ravasz? Melyik volt? Igen, ez már ravasz. Eltelik egy olyan 20 másodperc, és akkor kezd így... Ma csillog a szemem, nem? Igen, igen, mert valami látszik, de azért mesélj még tovább. Igen. Szóval, hogy két szakmai szervezet, tehát két franciának, és az egyikben, a Chien de Rotisserie-ben, ott egyik... Na, valamit tapasztalsz még? Igen. Jó csíp. Nagyon jó. Jó hír. Mit akartam mondani, hogy... Pedig ennyire nem csíp, csak hogy megzavart, igen, bevallom. Igen. Ez a szép. Még a manduládon is érzed? Igen, ez a, de még ez is a kellemes, mert mondom, én szeretem a csípőset, csak ez már úgy érdekes, igen, nagyon finom. Igen, már összeakad a nyelved is. Visszatérek? Na, dehogy is, direkt csináltam. Hogy a szakmában ez a két szakmai szervezet az, ami egyébként kitölti az életemet, amiben aktívan részt is veszek, és az egyiknek, a Chien de Rotisserie-nek a szakmai vezetője is vagyok, és a fiatal tehetséges szakácsoknak a szervezeten belül szervezek évről évre versenyeket, és így lehetőségük nyílik arra, hogy a világban, a világbajnokságon is megmérettessék magukat. Tehát aki Magyarországon megnyeri egyébként a magyar bajnokságot, az tud indulni a világversenyre. Idén sajnos ez a járvány közbeszólt, és nem rendezték meg a világbajnokságot, pedig egy nagyon tehetséges ifjú titán nyerte meg Magyarországon, és ő képviseli ugye Magyarországot majd, de remélem, hogy jövőre majd meg tudja mérettetni magát, mert ugyanis a verseny az Franciaországban, Párizsban lesz. Na, hát akkor beszélgetünk még, de jön az ötödik kör. Na, ez már így... Figyelj, hát most már a felén túl vagy. Jó, de ez már azért tényleg hatásos volt. Na, ennél a Naga Ghost nevű paprika fajta a nagyobb számban megtalálható ebben a szószban, és itt már az értéke is igen magas, úgyhogy ez tényleg már egy bitang kis falatka lesz. Hát igen, most már látom rajtad, hogy azért húzod az időt, így lassabban beszélsz. Igen? Olyan, mint hogyha most annyira nem vágynál rá, hogy ezt is megtapasztald. Jó, most akkor várunk egy 10-20 másodpercet. Biztos, hogy ez is olyan. Nem? Annyi se kell neki? Mesélj róla, mit érzel? Úgy, hogy te ezt élvezed? Nagyon! Na, mit adjak? Mire van szükséged? Így el egy kis vizet nyugodtan. Azt mondják, a víz az jót tesz. Na, ez már csíp. Ez úgy, na. Ez már rendesen csíp. Nézd ide. Igen, igen, látszik a szemeden. Ez egy kis tejet. Látszik tejet? De miért tejet? Miért készítettél ide tejet? Kedves vendégnek, meg majd magadnak is. Na. Hát a tejet. Milyen furcsa ez. Nem, nagyon ritkán látunk téged így Lázár, nem beszél. Nagyon örülök, Feti. Ez jobban csíp már az eddigieknél. Talán már mondhatom, hogy erős. Ja, ez úgy feltűzelt, tehát belülről is jön az a igazi. Ezt még a fanatikusok élvezhetik is. Igen? Élvezed egyébként. Akkor? Én nem vagyok fanatikus. Ennyire. Inkább egy kis tejet. Én soha nem iszok tejet, de... Igen, de akkor elmondom helyetted, azt mondják, hogy a tej az egy picikét csillapítja az erős érzetet. Ja, a víz az mit csinál egyébként? Na, most meg tudom. Jól esik? Jó, mint a tej. Jó, most már picit kezd ízadni a bajuszod is. De utána meg rosszabb. Igen? Most még erősebb. Na most akkor mit ajánlasz a vendégeidnek? Igyanak vizet, vagy ne igyanak? Én azt ajánlom, hogy aki egyébként nem bírja, itt nyugodtan kiszállhat. Tényleg? Ez az a pont, amikor
amikor érdemes. De hát ez egy challenge, de mindenki azért is jön, hogy a saját korlátait is feszegesse, nem? Igen, hát ez is a cél. Na, most, és... hogyha te lennél egy vendég, akkor kiszállnál az ötödiknél? Nem, na, nem sem fogok kiszállni, most már végigkóstolom. Mesélj nekünk Halloween-i galandokról is. Ah, ez jó kép, igen. 2008-tól 2009-ig voltunk Washingtonban, és ott a magyar követségnek voltam én a séfje. Erre nagyon vágytam erre a küldetésre, mert én mesteremnek tartottam, bár nem tanított, de munkásságával mindig példát mutatott számomra Kala Kálmán, aki Kala Kálmán séf, aki a Gundel étteremnek volt a híres séfje. Ma Sümeg Prágán egyébként látja vendégül az alkalmi vendégeit, akiknek főz, és ő volt egyébként még ennek a konyhának egy híres vezetője, és példaértékű volt számomra ez a feladat. Ugye amikor felkértek rá, akkor örömmel vállaltam el, és így egy csodálatos évet töltöttünk Washingtonban. És azért meghatározó egy év volt az, nem? Szakmailag, meg igen, a család életében is. Igen, meg hát olyan vendégeket láthattam vendégül, hogy például Robert Duval is a vendégem lehetett, akinek esetleg ez a szó nem mond már semmit. Keresztapa egyik kiemelkedő művésze sztárja volt, és a Chilivel is egyébként ott ismerkedtem meg Amerikában, kezdve ugye ezzel a második gyengét szósszal, hiszen a chicken wings, azaz csirkeszárnyak, azokat elég népszerű ételek, típusok, és nagyon szerettem, szóval nagyon jó év volt, és nagyon sokat köszönhetek ennek a washingtoni egy évnek. Na, szeretnéd folytatni? Szeretnéd folytatni, vagy keresek még képet? Most ezt rád bízom. Hát folytassuk persze, nagyon jó. Folytassuk. Mutass példát. Trinidad Scorpion paprika örleményéből, vagy darálékából, vagy kivonatából van készítve. Nem tudom pontosan a gyártás, de ennek az értéke azért már igen komoly. Úgyhogy ez itt már úgy érzem, hogy nehezen veszed a levegőt. Ezt jól látom? Nem, annyira nem. Nem? Nem? Jó. Na, te hogy is? Jó, jó. Na, hát ebből már kevesebbet mehetsz rakni. Jó. Miért nem vagy olyan bátor? Jó, hát én bátor vagyok, csak gondoltam, hogy hátra. Úgy. Jó. Hát végül is, hát igen, hát nekem is meg kell mutatnom. Persze. Jó, hát akkor nézzük. Hú, ilyenkor már kicsit én is nagy levegőt veszek, mert félelmetes. Ugye? Elég lesz a tej. Odaadom az enyémet is szívesen majd, hogyha szükséges lesz. Igen. Kérsz még? Nem. Van még, nagyon sok. Nem. Nyugodtan. Na, ez úgy jó. Mire van szükséged, papírzsebkendőre? Igazából olyan sok különbséget nem érzek, illetve arra gondoltam, hogy nem fogok. De van. Nagyon van. Nagy. Nagyon igen? Nagy. Igen? Há, igen. Bocsánat. Hát csak Szóval itt a... itt még igen, jobban ez jön. Egy kicsit kellemetlen. Nekem is elakad a szava, mert együtt érzek veled, Lázár. Itt érdekes, furcsa, mert hogyha ha az orrodon keresztül veszed a levegőt, az nem annyira rossz. Ah, a szádon! Akkor valahogy felerősödik ez az egész. És egészen lemegy a tüdődig. Jó, hát akkor vegyél nagy levegőket, én meg keresek még egy képet. Ezt is nagyon szeretem. Nagyon jó, hogy elkapod a pillanatokat. Hol történt ez? Hol történt ez a kép? Melyik? Ja, nem láttam, nem figyeltem. Nem figyeltem. Láttad? Most... Nem figyelted? Hát mi van veled? Nem tudtam figyelni. Próbálom itt magamat tartani. Igen. De engedd el magad. Hát most akkor lehet, hogy kiszaladnék innen. Tényleg? Tényleg. Hol érzed? Torkodban? Fülem. Gyomrodban? Füledbe? Igen. Így bizsereg a fülem. Nagyon jó. Igen. Nagyon jó. De még mindig nem piros a fejed. Miből vagy te, Lázár? Nem tudom. De azért belül ez dolgozik. Igen? Rendesen, igen. Úgyhogy... ja. Na, milyen kép? Hogy csak a képet. Beszélgessünk inkább. Igen, na nézd csak, kicsit beszélgessünk. Mert van itt még kettő másik paprika. Szívesen emlékszel ezekre az időszakokra, amikor ezt fotóztad? Na, szóval a kép az Marbellán készült. Igen. És... hát egy másik boldog év. Mennyi időt töltöttetek ott? Hát majdnem, hogy másfél év volt. És az nem volt annyira régen. Nem, hát nemrég volt, azért él bennem az emlék. Ott pont egy autót emelnek be,
ez egy ajándék volt az a Rolls Royce valakinek, tehát, vagy Maserati, nem is tudom, tényleg őrült dolgokat lehetett látni, és az egyik futásom alkalmával fotóztam, mert hát ilyen nem mindennapi sztorikat látott az ember különböző helyszíneken, tehát hogy ezt is érdekesnek találtam, ez egy születésnapi ajándék volt egyébként, amit az úriember a hölgynek vásárolt, és mivel tengerparti a ház, így nem tudták berakni a kocsit, csak így daruval. Na, de tehát, mindenre van megoldás. De kiderült, hogy egyébként volt bejárata, de hogy így látványosabb volt a meglepetés. Hihetetlen. És mi volt a legjobb már bejám? Hát úgy utána ők eljöttek hozzám vacsorázni. Nagyon jó! és tényleg az étel is... Na, így áll csak, nyugodtan. Aha, csak az lehet abban, hogy rosszul vetted a levegőt, nem a paprika. Nem. Eljöttek vacsorázni, és egy nagyon kellemes vacsora kerekedett ki belőle, ugyanis az egész étlapot végették, ugyanis Marbellán, Spanyolországban az volt a feladatom, hogy egy éttermet és egy ilyen csiringítót, egy ilyen spanyol strandot is megnyissak, illetve hogy kialakítsam a konyhájukat, és ez egy nagyon élvezetes munka volt számomra, hát nem csak számomra, hanem a családomnak is, hiszen velük együtt mentem, illetve voltunk kint, hasonlóan, mint Washingtonban. Úgyhogy tényleg egy nagyon klassz feladat volt. Imádtátok ezt a másfél évet, nem? Igen. Mindenki nagyon imádta, úgyhogy tényleg ezek a feladatok azok, amik nem csak hogy feltöltik az embert, hanem észre sem veszi az ember, hogy mennyit dolgozik vele. Úgyhogy megért és nagyon szerettem ezt a melót is. Menjünk akkor az utolsó előtti lépcsőre. Reaper, már a neve is borzalmas. Egy kicsit úgy látom, mintha ezért húznád az időt. Nem, csak hát ugye ez annyira tömény, lassabban jön. Úgyhogy azért... Jaj, nagyon várom. Jó, látom, ezt se sajnálod magadtól. Hát már azért ez még... Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon rendes vendéglátó vagy, hogy úgy várod abban a székben a vendégeidet, hogy pontosan tudod, hogy mi fog velük történni. Ez így teljesen tiszta ügy. Szabad meg. Na? Na, ezt nem fogom megkóstolni, az biztos, majd én a negyedikig, esetleg. Na, tehát amikor megszagolod, és eléred az orrod. Az jó. Jó, Lázár, így még nem láttunk téged. Hát hogy, így ülve? Hát ülve már láttunk téged, de ennél sokkal vehemensebb szoktál lenni, csak úgy. Ja, akkor most vehemens leszek. Ja. Úgy. Na, mit tapasztalsz? Ó, ez jó, jó. Aha. Jól hangzik, jól kezdődik. Asztal. Na. Jó. Na, erről beszélek, hogy ezt nem szoktuk látni, hogy te nem beszélsz. Azért téged mindenki úgy ismer, hogy csinálod a dolgod, de közben folyamatosan tudsz beszélni. Most mi van? Fáj a levegővétel, mi? Nem, hanem a torokban, és ez már úgy végigcsúszik. Szépek a szemeid is most már. Mert egyre Pacsindor. Inkább tetszik ez a chili challenge. Ja, igen? Ha, igen. Ja. Jó lesz, jó lesz. Na. Jó lesz most, hogyha elképzelem, hogy mit csinál itt az, aki egyébként nem annyira rajong a chiliért. Lesznek itt bajok. Na, mit szeretnél pihenni? Keresek még képet? Keresek még képet? Keres, ez nyugodtan. Most azért nem csapnék bele egyből a következőbe. Tehát, igen, hogy... Ó, pedig ezt nagyon várom. Ez a kedvencem. De is mutassad. Ezen én is rajta vagyok. Na, nem is látsz már. De. Mesélj, na, Lázár. Hát innen messzeről is látod. Ja. Nem azért a személyes kedvencem, mert én vagyok rajta nagyban. Balatoni nyár. Igen. Na, elakad a szabad. Ilyen megható. Hát onnan ugye ez egy közös képünk. Igen. Na, melegem van. Vedd le nyugodtan. Bármit lehet csinálni ebben a műsorban. Tényleg? Azt mondtad, hogy ha valakinek félmesterre van kedve vetkőzni, azt is megteheti. Nem fog itt most levetkőzni, de kimondottan olyan, mint hogyha fűtenének a pulóver alatt, tehát hogy lehet, hogy rossz. Hát akkor ez jó lesz térre. Ja, mindenkinek azt javaslom, hogyha egyébként nem szeretne leizzadni, akkor könnyű, laza, ingbe jöjjön inkább, ne pulóverbe, mert ez azért úgy meleg.
Francba. Ez nagyon csip. Nagyon jó. Na most kezdett csak beindulni. Jó ez. Fertőtlenít. Á, nem, ez már ez, ez már fáj. Mi? Fáj. Fáj. Jót tesz. Fáj. Gondoljad rá arra. Hát nem tudom, mit tesz majd, az holnap kiderül, de... Már rosszul is hallasz? Mi? Ugye? Mondom, hogy rosszul hallasz. Ne nevettes, még sorom. Ez a füledre megy. Majd adjatok valami. Mindjárt egy kis kenyeret. Nagyon jó kenyer. Ugye? Frissen sült. Jót tesz? Jót tesz a kenyer, az jót tesz a csípős ellen? Nem tudom, tök mindegy. Éhes voltál? Na. Na, már csak egy kockád van hátra. Hát? Várjunk még egy kicsit. A mesélj, akkor már légy szíves a balatoni nyárról. Előbb már egy picit említetted. Jó. Több dolog miatt szeretjük a balatoni nyarat. Egyrészt a Balaton miatt. Másrészt, hogy csodálatos recepteket osztasz meg a nézőkkel. Egyébként megmondom őszintén, rettentő idegesítő, hogy beszélsz hozzá. Igen, rosszul esik. Hát elnézést. Nem, félre nézd, de ez még ez is. Hú, de rossz. Mert mit csinálna legszívesebben, kiszaradnál a világból? Nem, de lehet, hogy nem tudom. Na, hát úgy még így el sok tejet. Az is egészséges, ha nem vagy laktózérzékeny. Ha az vagy, akkor meg nem messze van a WC. Tej az jó ötlet, de a kenyér is. Én fogok ide készíteni. Jó. Fogok ide készíteni kenyeret. Jó, ez nagyon na, kedves tőled. Ez kellett, viszont itt angol. Jó. Lesen. Így a szám, így körülötte, az úgy így nagyon jó. Lüktet. Akkor az még ilyen szájfeltöltés helyett is jó, nem? Az biztos. Ajánlod. Olyan, mintha most ilyen Dagobert szájam lenne. Tehát, hogy úgy érzem, aztán lehet, hogy nem olyan, de hogy mit, hogyha... Nem, megnyugtatlak, nem olyan. Nem olyan? Jól ja. Nézel ki, de jó ezt hallani, hogy gyereket tapasztalzod. Biztos, hogy nem. Ez átmenne. Biztos, hogy nem. Biztos, hogy átmenne. Hát valamilyen paprikáknak, ezeknek a típusú paprikáknak már az érintésük is egyébként... Ó, de jó, hogy nem kepisírnem. Nem értem, hogy miért van rajta a halálfej. Jó az illata? Én azt nem szagolom meg. Én attól is rosszul vagyok. Nagyon szép pillanatok ezek. Ez már a challenge vége. Igen. Na jó. Mit adsz, ha megeszem? Egy feladatot. Ha megetted, akkor megnézzük, hogy hogy tudsz koncentrálni. Igen? A challenge végén, igen. Mire? Na, jó, ne várj, ne áll. Várj. Ne! Számolj jó. Háromig, és aztán... Jó. Egy, kettő, három. Ó, mi is számolunk háromig, és aztán megnézzük, hogy mi lesz a hatása. Na? Fölépíti. Fölépíti, szépen, szépen. Adagolja a kapszai szintű kapszant. Lázár, soha nem láttunk még így. Suttogva beszélsz, pedig nem kéne. Ilyenkor kevesebb levegő jut be a szájba, uh-huh. És valahogy gyengébbnek érzem. Igen? Adagolja. Úgy jobban esik? Akkor most nem lenne kedved énekelni? Biztos, hogy nem. Nem? Lesz olyan vendéged, akit majd énekeltetsz? Na, jól esik a tej, mi? Oh, most ilyenkor egy 5 másodpercig jó, azt tudom, ezt kielvezem. Igen. Ó, oh, és megint kezdődik elő. Jaj! Rosszul esik a víz már. Oh, csak nyugodtan. Azért van ott egy ilyen vödör. Hát ez nem vicc. Ez nem vicces. Jaj. Oh. Aha, jó, hát ez jobb kint, mint bent. Jó, majd mindjárt mondom, kis hogy mit találtunk tej, ki. Kérek szépen egy kis tejet. Van tej. Egy kis tejet. Á, ne fáradj, ne. Oja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 j. Ó, csorog mindenhova. Ilyenkor számíthatnak a vendégeid valami feladatra, ugye? Igen. Aha, neked is készültünk. Mivel mindig, amikor láttalak téged főzni a tévéműsorban, irigyeltem, hogy olyan lendületesen vágod a hagymát, gondoltam, hogy ezt most itt test közelben, ne. Élőben szeretném megnézni. Hogy hozzunk neked egy kis hagymát. Ilyen állapotban? Hát még jó. Teljesen jól vagy, nem? Na, jól. Na ugye, jól nézel ki. Jó, legyen. Mutasd meg, légy szíves. És mondd is közben a szakszerű... Bepukisztom. Jó.
Jaj, ne szoktam! Nem direkt, ott nem szoktam ilyet csinálni. Szeret, csak köhögtél közben. Ez egy ilyen általános iskolás csel, nem? A beleim most valahogy fájnak. Már dolgoznak? Nem, dolgoznak a szelek. Jó, ülve úgysem vágtam még. Csak kifújom az orromba, mert azért... Húzod az időt, látom, hogy húzod az időt. Nem jellemző rád, de most mint, hogyha húznád az időt. Azta. Úgy. Van még víz. Na, ides is. Megcsinálom még csiliszájjal is. És közben, hogy szoktad, mondd is. Mondd. De mit mondjam? Nyugodtan nézd, hogy mit csinálsz. Ja, hogy most nézek oda. Mi kell ahhoz, hogy ilyen gyakorlottan vágja az ember a hagymát. Mindig mindenki ezt irigyli tőled. Hát azért ülve egyébként nehezebb a hagymát finomra vágni, hogy ne? Na, hát akkor azért állva még jobb. Egy titkot elárultál. Mert ezt tanácsolom mindenkinek, hogy bal láb elő, jobb láb hátul, és úgy kell vágni. Persze, meg azt tanácsolod mindenkinek, hogy annyit vágjon a hagymát, amennyit te szoktál. Na nyugodtan nézd úgy közelről. Tudom, hogy nem kell már nézni az ujjadat. Nem, azért nem nézem, mert akkor már fölülről is csíp. Aha. Ez szadi nagyon. Lázár, én nagyon örülök, hogy eltölthettem veled ezt a fél órát, és végigkísérhettem, ahogy itt végigcsinálod ezt a challenge-et. Csodálatos. Tessék, megvágtam, ahogy kérted. Jó, hát azért van még ott, de mindegy, elfogadjuk. Így is jó. És még a feladatot is megcsináltad, a challenge-et is végezíted. Terminátor vagy. Most már biztos vagyok benne. Köszönöm, Júlcsi, hogy... Még fel is lehet ismerni téged. Hogy ezt így kitartottál végig mellettem, úgyhogy várok mindenkit a challenge-ben. Sok szeretettel.